Sokat beszélgettünk már a Magyarországon egyre divatosabb, vagy egyre nagyobb számban létrejövő stadionokról. Most úgy tűnik, hogy a magyar stadionépítési verseny, vagy stadionépítési kedv az Oroszországban is felütötte a fejét, ráadásul magyar cégek fognak stadiont építeni, ugye a 2018-as VB miatt kell majd építeni, és állítólag magyar cégek 2 darab stadiont is fognak építeni Oroszországban, ezt ugye láthatták a fórumban is, hogy miért teszik ezt, a Szabados Gábor remélem elmondja nekem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit keresnek a magyar stadionépítő cégek, vagy építőipari cégek az oroszországi VB helyszínén? Az teljesen természetes, hogy azokat a stadionokat, amelyeket Oroszország felépít, azt nem csak és kizárólag saját munkaerővel, saját cégek építik, ez a világon mindenhol így van. Tehát ez egy óriási beruházás, tehát nyilvánvalóan, hogy kell bevonniuk külföldi cégeket is. Azt nyugodtan mondhatjuk egyébként egyfajta szakmai bravúrnak is, hogy egy ilyen építkezéshez magyar cégek is oda tudnak férni, és részt tudnak ebben venni. És hát talán még azt is mondhatjuk, hogy az a tapasztalat, hogy Magyarországon már a stadion építések terén felhalmozódott, az nyilván ebből a szempontból azért valamennyire kifizetődik. Ugye Kaliningrádról és Rostovról van szó, ha minden, mit kell tudni erről a két stadionról, mekkorák lesznek? Ezek gondolom a VB-hez kell, akkor azok bizony elég nagy befogadó képességű helyiségeknek kell lenni. Nyilván van egy minimum, amit ugye minden világbajnoki stadionnak el kell érnie, tehát mondjuk 30 ezer főnél nem lehet kisebb befogadó képességű egy stadion. Ez a kettő természetesen nem a fő stadionjai lesznek a VB-nek, tehát nem döntőt, elődöntőt fognak itt rendezni. Ez két kisebb stadion, tehát nagyjából így is kell ezekkel kalkulálni, ezek ilyen 30 és 40 ezer fő befogadó képesség közöttiek. Most a Magyarországhoz képest nézzük, ezek még mindig nagy stadionok, ugye nálunk a legnagyobb jelenleg éppen használható stadion, ugye a Ferencváros stadionja, az sincs 20 ezer főnél több. Tehát ilyen értelemben ezek magyar viszonyhoz képest nagy stadionok, de most ha tényleg a európai nagy stadionokhoz nézzük, tehát akár mondjuk Barcelonához, Madridhoz, Manchesterhez, vagy akár azokhoz az oroszországi stadionokhoz, amelyek a döntőt és az egyéb nagyobb meccseket rendezik, tehát akár Moszkvában a Luzhniki vagy Szentpéterváron a Zenitnek a stadionja, ahhoz képest ezek kisebb stadionok, de természetesen így is nagyon komoly beruházást igényelnek. Nincs sok idejük hátra ezeknek a cégeknek, lassan véget ér 2015, hát ez már csak 2 év. Így van, tulajdonképpen ez már a cél egyenes, hogy így mondjam. Tehát igazából, bár ugye maga a hír az mostani, ezeket az építéseket és ezeket a fejlesztéseket már nagyon korán elkezdték az oroszok, hiszen ők már ugye évek óta tudják, hogy ők fogják rendezni ezt a világbajnokságot, és egyébként volt már arról egész az elején szó, hogy magyar cégek ebben részt tudnak venni, csak most jutott el abban a látványosabb fázisába az építkezés, amikor már azért sokkal jobban feltűnik az, hogy mi is folyik ezeken. Korrupciós kockázatok a magyar sport finanszírozásban, ezzel a címmel készül egy jelentés a Transparency Internationalnél. Mit gondol, holnap lesz erről egy konferencia, ön is részt vesz rajta, nem tudom, látta-e már a jelentést, de ha nem látta, akkor mit gondol, mekkora meglepetés lesz szemben, mármint hogy korrupciós kockázatokban? Én azt gondolom, hogy amiről a médiában nagyon sokszor szó esett, hogy mind Magyarországon a stadionépítések, mind mondjuk a TAO finanszírozások kapcsán milyen átláthatatlansági problémák vannak, ezek olyan nagy meglepetést szerintem nem fognak okozni. Itt inkább tényleg az ennek a nóvuma, azt gondolom, hogy itt tényleg tételesen össze van az gyűjtve, hogy milyen problémák vannak, és miket kellene orvosolnia a kormányzatnak ahhoz, hogy tényleg ezek a projektek minden szempontból elfogadhatóak legyenek, és fel sem merüljön velük kapcsolatban az, hogy nem szakmai indokok befolyásolják a döntéseket. Jelen pillanatban én sportközgazdászként úgy látom, hogy ezek a projektek egyébként a magyar sport, és ilyen szempontból a magyar mindennapok, a magyar nemzetgazdaság számára is hasznos projektek lehetnek, de valóban a kivitelezés során nagyon sok olyan hibát kellene kiküszöbölni, hogy tényleg ez támadhatatlan legyen, ne adjon támadási felületet, és ne szolgáltasson olyan problémákat, hogy egyáltalán felmerülhet a korrupciós gyanú. Ezeket kell kiszűrni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezeket. Köszönöm, hogy